Megérkezett a harmadik hullám, Bárándon és Hajdúböszörményben is oltják az időseket. Növelnék a vendégéjszakák számát. Látogatóközpont és szálloda épül Nyíradonyban. Nónius csikók. Szépen gyarapodik az idén 350 éves Mátai Ménes. Köszöntöm Önöket! Ez a Megyei Tükör, a Debrecen Televízió Hajdú-Bihar megyei témákkal foglalkozó magazin műsora. Folyamatosan kapják megyénkben a leginkább veszélyeztetettek a koronavírus elleni oltást. A háziorvosi rendelőkben az első adag vakcinát adják be ezekben a napokban is. A hajdúbihari idősek otthonaiban lakók és dolgozók közül sokan már a második oltáson is túl vannak. A Megyei Tükör stábja Bárándon és Hajdúböszörményben járt, megörökítve az oltó csapatok munkáját. A defibrillátor EKG, illetve egy leszívó mellette a légutak váladékát leszívni, ha esetleg szükséges, és ugye a sürgősségi hátizsák, amely már gyógyszeresen és a eszközösen előkészítve. Az esetleges oltási reakciókra is felkészültek Bárándon, de a felszerelésekre nem volt szükség. A településre február 12-én érkeztek meg az első ampulla koronavírus elleni vakcinák. Pfizer-BioNTech oltóanyagot kaptak, ami azt jelentette, hogy a 80 évesnél idősebbeknél kezdődött az oltás a házi orvosi rendelőben. A szúnyog nagyobb a csíp, ez biztos. Nem fájt egyáltalán. Remélem utána se lesz semmi baja. Annyira nem szokott. Bíró Lászlóné azért várta az oltást, hogy élete visszatérhessen a járvány előtti medrébe. Elég furcsán értem még, mert én vendégfogadással vagy falusi turizmussal foglalkozom, és nem volt vendég. Úgyhogy én ezt nehezen értem meg. Még ha ezt az éveket megértem, akkor is még folytatnám. Bárándon két házi orvosi körzetbe összesen 4 vakcina érkezett, ami azt jelentette, hogy először 24 szépkorú kapta meg a településen a koronavírus elleni vakcinát. A rendelőt ketté osztottuk, az első felében a triás fog zajlani, testhőmérséklet, vérnyomásmérés, illetve az oxigénszaturáció szintet nézzük, ezt követően beoltjuk a pacienst, és 20 perc múlva újra kezdjük a vizsgálatot, és megnézzük, hogy történt-e bármilyen változás. Felkészültünk minden eshetőségre, egy komplet sürgősségi osztályt rendeztünk be itt a rendelőben, hogyha nehogy Isten bármilyen reakciót tapasztalunk, akkor azonnal be tudjunk avatkozni. Az eredeti tervek szerint egy héttel korábban már megkezdték volna az oltást, de akkor Bárándra nem jutott vakcina. Az oltás halasztás azért történt, mert nem érkezett Magyarországra annyi Moderna vakcina, amit megígértek, és 80 év fölöttiek oltásához pedig vagy a Pfizer-BioNTech, vagy pedig a Moderna vakcina lett volna szükséges. Most Pfizer vakcinákat kaptunk, és abból a listából dolgoztunk, illetve egy kiegészített listából dolgoztunk, amit a múlt héten is terveztünk oltani, és ezek a paciensek kapják meg első körben ezt a vakcinát, akik mind 80 év fölöttiek. Mindannyian nagyon örültek, nagyon várták a vakcinát, és én azt látom, hogy itt Bárándon is egyre jobb és egyre nagyobb a lelkesedés az oltások irányába. Nagyon sokan érdeklődtek azóta is, hogy mikor kaphatják meg a következő körben az oltást. Ez már Hajdúböszörmény, a Fazekas Gábor idősek otthona. Itt februárban már a második adag vakcinát kapták meg a lakók és a dolgozók. 110 újra oltást végzünk Moderna oltóanyaggal. És ami a legfontosabb és számomra nagyon meglepő és döbbenetes volt, hogy addig, amíg első alkalommal minket egy feszültséggel teli várakozással fogadtak itt, most egy örömteli várakozás, egy örömteli esemény, hisz most már az újraoltással még 7 nap, és már védettek azok, akik ebben részesülnek. Első oltás minden első kör mondjuk anyaga válogatja, oltó anyaga válogatja, hogy 40-50 vagy akár 60-70%-os védekezést tud biztosítani, de nem teljes körül. Mindenképpen a másodkör
után bekövetkező 7 nap adja meg azt a kifejlett és teljes körű védekezést, amit számítunk, és amire adjuk ezeket az oltásokat. A Hajdúbeszörményi Önkormányzat fenntartásában működő intézményben a járvány kezdete óta sikeresen védekeztek. Ismereteim szerint egyetlen egy megbetegedésünk volt az összes eddigi időszakban, tehát én azt tudom mondani, hogy az egyébként is nagyon jó munkát végző Fazekas Gábor Idősek Otthona vezetői, dolgozói és az itt lakók nagyon egyöntetően ügyesen védekeztek és küzdöttek a kór ellen. Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy rend legyen. Azt tudom, hogy az itt lakók és a dolgozók nagyon nagy számban kérték az első vakcina beadását, most a második vakcinánál is nagyon sokan vannak. Bízom benne, hogy ezzel nagyon sokat tudunk azért tenni, hogy idős embertársaink és az itt dolgozók ne kapják el ezt a betegséget. Az idős otthon lakói persze nem csak azért kérték a vakcinát, hogy elkerüljék a fertőzést. Az otthonban augusztus 17-e óta van látogatási tilalom, vagyis több hónapja nem találkoztak már gyermekeikkel, unokáikkal. Az idősek abban bíznak, hogy a védettség kialakulása után újra megölelhetik majd szeretteiket. Új fejezet nyílhat Nyíradonyés térségének turizmusában. A Guti erdő páratlan természeti adottságait kihasználva több ütemben létesítenek különleges attrakciókat. Emellett egy látogatóközpont és egy szálloda megépítése is szerepel a tervek között. A vendégészakák számának növelésével a térség gazdasági versenyképessége is jelentősen javulhat. Mozi, szeminárium és rendezvényterem, valamint játszóház is várja majd az érdeklődőket Nyíradonyban. Így néz majd ki a csaknem 1300 négyzetméteres látogatóközpont, ami a Tudományos és Technológiai Park északi részén épül meg. A közelben lévő Guti erdő az Alföld legnagyobb összefüggő erdeje, páratlan növény és állatvilággal. A beruházással az erdőt érintő 15 település gazdasági versenyképessége is javulhat, és jelentősen fellendülhet a térség turizmusa. Többen foglalkoznak nagyon sok vállalkozás turisztikai tevékenységgel, ellenben nem voltak attrakciók, kevés attrakció van, kevés olyan lehetőség van, amivel lehetne bővíteni a vendégészakáknak a számát. Nagyon fontos, hogy minden ilyen pontszerű fejlesztést egységes kínálattá tudjunk most szervezni, és a vászlókeret szempontjából rendkívül fontos, hogy az ágazatban dolgozók is újra lehetőséget kapjanak a munkára. Ilyen lesz a fényerdő, ami elsősorban a gyerekek számára jelent majd különleges attrakciót, a felnőttek pedig a látványtó környékén pihenhetnek. Emellett kialakítanak egy úgynevezett gasztrofalut is, ahol helyi alapanyagokból készült ételeket lehet megkóstolni. A fejlesztés elősegíti, hogy az emberek közelebb kerüljenek a természethez. A maga az erdei harmónia a célunk, hogy ezt mindenki lássa, ezért eleve a programokat úgy szervezzük, hogy olyan tematikus túrák legyenek kialakítva, kerékpártúrák, gyalogos túrák és Nordic walking túrák, vagy lovas túrák, amelyek megérintik az emberek lelkét, az erdőbe viszik el a látogatót. Azt szeretnék elérni, hogy az ide érkezők ne csak egy éjszakát töltsenek itt, ezért 4 csillagos szállása is épül, ahol wellness szolgáltatások is elérhetők lesznek. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató helyettese szerint a fejlesztés nyomán új fejezet nyílik a térség turizmusában. A beruházás által növelheti majd a térségnek a szerepét, és minden olyan aktív és ökoturisztikai fejlesztés, ami ugyan pontszerű, de a természeti értékeket próbálja közelebb hozni a magyar emberekhez, a látogatókhoz, aztán majd a nemzetközi turistákhoz. Nos, az mindig egy szintugrás és egy újabb mérföldkő, egy lehetőség. 2020-ban országszerte összesen 42 milliárd forinttal támogatta a kormány a szállodafejlesztéseket. Ebből 15 millió forint jutott Nyíradony 3 szállás helyének felújítására. A településen egyébként tavaly 16 ezer vendégészakát töltöttek el, döntően belföldi turisták. A beruházástól azt várják, hogy emelkedik a külföldről, leginkább a határ túloldaláról érkezők száma is. A turizmus ugyan jelentősen visszaszorult a járvány idején, de a fejlesztések előremutatóak. Pont azt fogják segíteni, hogy amikor a turizmus újraindul, abban a bizonyos felfutási időszakban egy versenyképes árualapja legyen Magyarországnak, a vidéki Magyarországnak, az egyes régióknak, hogy amikor a turista már megjelenik, legyen ott az a bizonyos vonzó és versenyképes kínálat. A mai fejlesztés is és a mai bejelentés is illik ebbe a sorozatba. A beruházással kapcsolatos közbeszerzést várhatóan márciusban indítják el. A tervek szerint a nyertes kivitelező ősszel kezdheti el a munkát.
megkezdődött a Hajdúdorogi helytörténeti kiállítás épületének felújítása. Nem csak a villa szépül meg, de új tárlatokat is terveznek a görögkatolikus hithez leghűségesebb városban. Csak nem 100 éve a villa építésekor egyedileg gyártott ajtók, ablakok kerültek ebbe az épületbe. Ezeket is felújítják a mostani munkálatok során Hajdúdorogon. Az épületet szigetelik is, így energiatakarékosabb lesz az üzemeltetése. A Hajdúdorogi helytörténeti kiállítás épületét a helyi orvos építette. A vészkorszakban itt volt a gettó, majd a háború után raktár, majd kollégium is működött a falak között. A múzeum 2000-ben nyitotta meg kapuit. Hogyha végig tekintünk az épületen, bárki számára világosan látszik, hogy ráfért már jócskán a 20. század elején épült lakóházra. Eredetileg lakóház funkciót látott el az épület. Ez a fajta felújítás. Európai Uniós forrásból finanszírozzuk ezt a felújítást. Hozzávetőlegesen 70 millió forint az, amiből ezt a projektet megvalósítjuk, melynek keretében energetikai korszerűsítés valósul meg, így cserére kerül a tetőhéjazat, homlokzati szigetelés kerül az épületre, illetve a nyílászárók is felújításra kerülnek. Nagyon fontos szempont az, hogy az épület műemlék jellegét megőrizzük a felújítás után is. A felújítás alatt a helytörténeti kiállítás anyaga raktárakba került. A tervek szerint, ha befejeződnek a munkálatok, a vallástörténeti tárlat készül el először, ahol egy igazi kuriózumot, egy zarándok szekeret is bemutatnak majd. Egy nagy álmunk válik valóra, ugyanis 2019-ben a gyűjtemény birtokába került egy nagyon becses zarándok szekér, ami jelenlegi tudomásunk szerint az ország egyetlen ilyen szekere, amely annak idején a szekeres zarándoklatok, a lőcsös szekeres zarándoklatok alkalmával hajdúdorogi idősek és lakosok százait vitte a Váliapócsi kegyképhez a búcsúba, és ennek a történetét szeretnénk egy most készülő kiállítás keretében feldolgozni, amely az év második felében valósul meg. Ugye az egyháztörténeti rész lesz az első, amit visszarendezünk az épület felújításának végeztével, és itt külön kiemelt szerepet kap ez a szekér. Ugye ez már az épület belsejében megtekinthető volt korábban is, még felújításra nem került, de a tapasztalataink alapján nagy érdeklődés mutatkozik, főleg a gyermekek részéről, hogy ennek a történetét megismerjék, és a kiállítás tematikája és egésze e köré fog felépülni. A tervek szerint az év második felében nyílik majd újra kiállítás a megszépült helytörténeti múzeumban Hajdúdorogon. Zöldelő tanösvény napelemes lámpa. A Hajdúnánás központjában lévő lakótelep parkja a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve újul meg. A beruházás része az összesen 600 millió forintos zöldváros programnak. Ennek keretében tanösvény is készült, ahol gyerek és felnőtt interaktív játékok segítségével tudhatja meg, hogyan vigyázzon jobban környezetére. A szelektív hulladékgyűjtés fontosságára figyelmeztető interaktív tábla a Szelektív sziget mellett kapott helyet Hajdúnánáson. Az Ady Endre lakótelep parkjában készült el a zöldelő tanösvény. Az elmúlt időszak fejlesztései közül az egyik büszkeségünk ez a zöldváros projekt, ami itt megvalósult, és ennek az egyik állomása a zöldelő tanösvény projektelem, ami igazából azt próbálja hangsúlyozni, hogy itt a város központban is lehet egy ilyen zöld, egy élhető környezetet kialakítani, és igazából elől szól a zöldelő tanösvény, egyrészt egy környezettudatos életmódot közvetít, másrészt pedig a másik nagyon fontos témája a hulladék hasznosítás, a hulladék feldolgozás. Ugye, hogyha kicsit előre gondolkodunk, és egy élhető, egy egészséges környezetben akarunk élni, illetve ezt hátrahagyni az unokáinknak, a szeretteinknek, akkor tehetünk azért, hogy ez így legyen, és ezt próbáljuk közvetíteni. Minden korosztályt igyekszünk megszólítani ezekkel az interaktív táblákkal, amik itt kihelyezésre kerültek, és minél több információt szerettünk volna átadni. A 10 állomásos tanösvényt végigjárva nem csak azt tudhatják meg az érdeklődők, hogy miért jó a komposztálás, de az is kiderül, milyen fafajok élnek a parkban, és hogyan lehet azokat felismerni. Hajdúnánáson a zöldváros program célja nem csak a 40 éves lakótelep parkjának felújítása volt, hanem az is, hogy a legtöbben már az otthonuk környezetében elkezdjék a környezetvédelmet. Ezért kerültek a parkba napelemes lámpák
és készült el a játszótér mellett a tanösvény. Célunk volt az is, hogy ne álljunk meg itt, tehát adjuk át ezt a tudást ténylegesen. Tudják, hogy miért vannak itt ezek a táblák, és bővítsük ezt a tudást a gyerekeinknek is. Ennek érdekében itt programok fognak megvalósulni. Szintén folytatva az együttműködést a Humusz Szövetséggel, ők tervezik, hogy iskolás gyerekeket fognak ide kiszervezni, de már óvodásokat is, és akkor el tudjuk kezdeni ezt a környezettudatos nevelést. Folyamatosan igyekszünk majd biztosítani a teret annak, hogy kijöhessenek ide a gyermekek. A tanösvényt már most végigjárhatják az érdeklődők, de a teljes felújított parkot csak tavasszal vehetik majd birtokba a nánásiak. Rendhagyó téltemetést tartottak Létavértesen. A rozsnyai muzeális gyűjtemény a koronavírus járvány miatt most nem tudta megtartani hagyományos nagy rendezvényét, ezért a város több pontján mutatták be a farsangi alakoskodó játékukat. Legelőször a pandémia miatt hónapok óta elzárva élő református idősek otthonának lakóit mulattatták tréfás farsangbúcsúztató előadásukkal. Mondjál nekem! Mennyi? Kettő! Vagy kettő? Na! Egy! Kettő! Három! Négy! Na, aztán sokra megyek! A számoló kecske és a táncoló medve. A létavértesi rozsnyai muzeális gyűjtemény farsangi csinadrattáján minden népi télűző játékot bemutattak annak reményében, hogy hamarosan véget ér a hideg idő. A gyűjtemény színjátszó csoportja a Csárda Muri, mivel a népszokásokra épülő falusi színjátszás az elsőleges cél, így próbáltunk feldolgozni farsangi múlttal rendelkező kis színdarabokat, illetve az Újvári Zoli bácsi gyűjtéséből próbáltuk a farsangi alakoskodást bemutatni. Mivel a maszkot kötelező hordani, így ráépítettük a mi farsangi állarcunkat a maszkra. Paternoster, apácsuszter, anyád Varga, te meg vagy a legnagyobb szarvas marha. Az alakoskodás fontos része volt mindig a farsangi esküvő. Ezt is hagyományos módon mutatta be a Csárda Muri, ami bebizonyította, hogy a csinadratta egykor a felnőttek ünnepe volt. Véle megelégszem. Minden reggel felöltöztetem. Minden reggel felöltöztetem. Minden este levetkeztetem. Minden este levetkeztetem. Odaadom neki minden egyes fillérem. Odaadom neki minden egyes fillérem. Hogy elkölthesse. Hogy elkölthesse. Ha másnak kedve támad. És a másnak kedve támad. Kedvére ölelgesse. Kedvére ölelgesse. Én szőrös lábú Marcsa. Én szőrös lábú Marcsa. Esküszöm a dombon ülő. Esküszöm a dombon ülő. Bagzó macska vernyákolására. Bagzó macska vernyákolására. Hogy ezen nyúl szívű. Hogy ezen nyúl szívű. Bagoly szemű. Bagoly szemű. Taplófejű. Taplófejű. Szerelmetes férfit szeretek. Szerelmetes férfit szeretek. Farsang mindig van az iskolában, óvodában, illetve itt a rozsnyai muzeális gyűjteményben is, de ezek lényegében a gyerekekre épülnek. Tehát a felnőttek, akik a néphagyományban egyébként a farsangi csinadrattákat, a farsangi fonóba az alakoskodást szervezték, azok a felnőttek voltak. De manasság a felnőttek már egyáltalán nem farsangolnak. Hát mi próbálnánk így a színjátszással minél több felnőttet bevonni, és akkor hátra nem csak a gyerekeké lesz a farsang, hanem a milyen kis is megpróbáljuk közösen elűzni a telet. A felnőtt színjátszók előadását gyermekzenészek tették teljessé. A járvány miatt a nagy farsangvégi rendezvény helyett több kisebb bemutatót tartottak. Először az idősek otthona lakói életébe csempésztek egy kis szórakozást. Mi még kezdőhegedűsök vagyunk, tehát elég ritkán találkozunk közönséggel. De ha igen, akkor az arról szól, hogy vidámabbá tegyük az életüket. A járvány miatt a kiszebáb égetés elmaradt, a télűzők szekérre szálltak, és a határmenti kisvárosban 7 helyen adták elő a hagyományőrző alakoskodást. A szürkemarhák és a rackák után a nóniuszok téli szállásain is megkezdődött az ellési idény. Az idei H betűvel kezdődő nevű csikók stílusosan azt köszöntik, hogy 350 éve jött létre Hortobágyon a mai Mátai Ménes elődje. Egykor Debrecen város ménesét őrizték itt, mostanra pedig már a nóniusz tenyésztés egyik hazai központja lett a Ménes. A
tavasz kezdetét jelzi az is, hogy az Anyakönyv személynösnél elkezdődtek az ellések, úgyhogy már 3 kanca csikónk van, összesen a tanyában már 6 csikónk van, de folyamatosan már most naponta érkeznek az újabb jövevények. Nagyon ritka tulajdonképpen, amikor segíteni kell az ellés közben, de előfordul. Egyébként nagyon jó anyák, amint halljuk a háttérben, nagyon szeretik a csikójukat. Ez egyedenként változik, van, aki jobban megbízik a társakban, és messzebbre meri engedni, van, aki már, ha nem látja, akkor hangos nyerítésbe, harsogva, meg van ijedve, hogy hol van, de aztán, amikor el lesznek engedve az abrak után, akkor szépen eljárkál mindenki a saját csikójával. Nem az probléma. Jó anyák. Az első csikó édesanyját Libellának hívják, ő 10 nappal ezelőtt született. A Libella egy 18 éves, nagyon rutinos anyának számító kanca, aki most a 8. csikójának adott életet, egy nagyon szép kis kanca csikóról beszélünk. A Kalin nevű bulgár ména zapja, ami egy bulgár-magyar együttműködést eredményeképpen került ide a tenyésztésbe bevonva, hogy javítsunk a fajtán. Igazából minden gördülékenyen ment, könnyen megszületett, könnyen talpra áll. Aztán szereti az édesanyja, és úgyhogy várjuk, hogy milyen ló válik majd belőle. A Mátai ménes életében az egyik legfontosabb jubileum, hogy az első írásos emléke pontosan 350 évről származik. Nem azt kell az alatt érteni, hogy 350 évvel ezelőtt nem voltak lovak a pusztán, hisz tudjuk nagyon jól, hogy a puszta egyes részeit régi településekről nevezték el, csak említsem Zám monostorát, ahol egy elég nagy apátság is állt, vagy angyalházát, ami egy szép kis település volt, tehát lovat mindig is tartottak Hortobágyon. Maga a ménes említése 350 évvel ezelőtt történt meg. Az egyik legfontosabb ágazatunk a Mátai Ménes, a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft-n belül. Az ország legnagyobb Nónius állománya él itt, és hát azt gondolom, hogy ha megnézik a kedves nézők, utána járnak, hogy milyen tenyésztési eredményeket értünk el ménvizsgákon, ménszemléken, akkor nem csak a mennyiségről, hanem az itt folyó minőségi tenyésztésről is képet kaphatnak. 47 csikót várunk a Mátai Ménesbe az idei évben. Ebből 6 magyar sportlovat, ugyanis 2 fajtával foglalkozunk, a Nóniusszal, az előbb említett Nóniusszal és a magyar sportlóval. Tehát 6 sportlócsikót várunk, ebből még nem született meg egy sem, viszont a mai reggel már az 5. Nónius csikó is megszületett. H-betűs évet írunk, az összes megszületett csikónak H-betűvel kezdődik majd a neve. Ez az első méncsikó az 5-ből. Ennek stílusosan hurikán nevet adtak a tartói. A most született csikókról még sok mindent nem lehet tudni, hogy mi lesz belőlük, hogyha megnőnek. Nyilván nagyon hasonlítanak egymásra. A tenyésztő szervezettel, a Nónius Tenyésztők Egyesületével közösen karöltve éveken keresztül bíráljuk a fiatal állatokat, legyenek azok kancák vagy csődörök, és a végén, mikor tényleg megállják a helyüket, mind küllemben, mind pedig munkaakarásban, akkor tudjuk eldönteni, hogy őket tenyészállatként használjuk, vagy esetlegesen, és ez sem kisebbíti az érdemeiket, a turizmusban fogatot húznak, vagy éppen a csikósok alatt csikózsemutatót tartanak. A Megyei Tükör adását látták, új műsorra legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Én várom Önöket akkor is, viszontlátásra!